A Nemzetközi Valuta Alap határozata értelmében Ukrajnában az év végéig el kell fogadni a nyugdíjkorhatár következő módosításáról szóló törvényt. Az IMF szerint a demográfiai tendenciák néhány éven belül jelentősen megnövelhetik a nyugdíjalap hiányát. Ennek elkerülése érdekében a Valuta Alap több lépcsős reformstratégia kivitelezését javasolta Ukrajnának. Az ukrán kormánynak folyamatosan szabályoznia kell a nyugdíjkorhatárt és csökkenteni a kedvezményes nyugdíjra való jogosultság lehetőségeit, továbbá növelni a nyugdíjhoz szükséges munkaviszony mértékét. Mesemondó versennyel. És mesekútavatással ünnepelték a kárpátaljai magyarok a Magyar Népmese napját Beregszászon. Ez egy kezdeményezés, amit Kányádi Sándor, Kossuth Díjas költőnk Erdélyből indított annak idején, hogy minden óvó és tanítóképzőben legyen egy mesekút. Egy kút, amely jelképezi a tiszta forrást, amiből a meséink táplálkoznak, jelképezi múltunkat, történelmünket, a magyar lélek filozófiáját, hitvallását, hisz ebben őrződtek meg, és ezt tovább kell adni. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Magyar Olvasás Társasággal és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral közösen megszervezte a 12. Országos Népmese Konferenciát, melynek témája a mesehagyomány megőrzése és az Országos Népmese Stratégia volt. Ha megnézzük már a legelső mesegyűjteményeket, akár Merényi László, Arany László, Kriza János, aztán Benedek Elek, érdekes módon mindegyik a mai magyar határokon kívül eső területekről származó meséket gyűjtött, írt össze, és nem ritkán tapasztaljuk azt, hát például amikor Székelyföldön, három széken jártunk, tapasztaltuk, hogy nagyon élő a mese ezeken a vidékeken. Azt kell mondanom, hogy talán élőbb, mint Magyarországon. A Népmese napja mozgalom 12 évvel ezelőtt indult útjára, a Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére. A cél azóta is változatlan, a magyar mesekincs megőrzése, ápolása és népszerűsítése. Már Kárpátalján is igényelhető az új típusú személyi igazolvány, az úgynevezett ID-kártya. A bankkártya méretű dokumentum már 14 éves kortól kérhető, ekkor 4 évre adják ki. A 18. életév betöltését követően cserélni kell, és 10 évig lesz érvényes. A lap egy adott hordozó mikrocsipet is tartalmaz. A tájékoztató szerint a 18 éven aluliak számára térítésmentes az okmány elkészítése. Másoknak 145 hrivnyát kell érte fizetni. Az igazolványok cseréje 5 év alatt fog lezajlani, de kiváltása nem kötelező érvényű. Tehát a jelenleg használatban lévő paszport továbbra is érvényes marad. Tárlatot nézve ez a kiállítás bárhol lehetne Magyarországon, de jelenleg nem itthon látható, hanem Kárpátalján. Ráadásul mindegyik kiállított művet ukrán művészek készítették. Rendkívül értékes maga a kezdeményezés és a tárlat, mert egy profi művész meglátásán keresztül mutatja meg a szerinte jellemző magyar értékeket. A kiállítással pedig közelebb hozza Magyarországot az ukrán emberekhez, mondja a művész. A magyar szürke a lenyugvó nap fényében. Ez a kiállítás központi alkotása. Az 57 festményt és domborművet magyarországi utazásaik után készítették a művészek. Budapestben gyakorlatilag minden ember beleszeret, aki csak egyszer oda csöppen. És ez valamiképpen megnyilvánult a képeikbe, még nagyon sok művésznek rengeteg ilyen rajzok, skiccek vannak, amelyek még várnak arra, hogy egyszer egy festmény formájában nyilvánuljanak meg. A magyar téma nem idegen a lembergi festőknek, hiszen Galícia sokáig az osztrák-magyar monarchiához tartozott. Tékig ez a kiállítás, ez a koncepció, ez hozzájárul ahhoz, hogy ezt a valamikor egységes történelmi kulturális teret itt Közép-Európa keleti részén, ami ma több országhoz tartozik, ezt valamilyen módon újra egyesítsük a kultúra eszközeivel. A kiállítás Budapesten is látható lesz a Magyarok házában, a Lembergi Magyar Napok keretében.